Üdv, szeretettel köszöntelek, én Kálmán Tamás vagyok, és ebben a videóban három vígjáték sorozatot szeretnék kifejezetten kezdő nyelvtanulóknak ajánlani. De mielőtt belevágnánk ebbe, szeretnék adni neked egy karácsonyi ajándékot. Tudom, hogy az ünnepek alatt nagyon sokan megfogadják, hogy januártól minden másképp lesz, komolyabban veszik majd az angoltanulást, és megszerzik a nyelvvizsgát, ami nagyon-nagyon sok kaput nyit majd megelőttük az életük folyamán. Talán te is teszel majd egy ilyen fogadalmat idén karácsonykor. Én pedig szeretnék segíteni abban, hogy jövőre mindenképpen elérd az angol tanulással kapcsolatos céljaidat. Ezért eldöntöttem, hogy valamennyi online tréningemre 50%-os kedvezményt adok egészen december 31-éig. A tréningeket lent a videó leírásában találod meg. Tehát, ha szeretnél magadnak vagy valamelyik szerettednek egy nagyon hasznos karácsonyi ajándékot, ami tulajdonképpen egy befektetés a jövőbe, akkor most egészen szilveszterig féláron rendelheted meg a tréningjeimet. Most pedig, ahogy ezt ígértem, beszélgessünk egy kicsit a sorozatokról. Nagyon sok levelet kapok tőletek, és a leveleitekből azt látom, hogy egyre többen követitek a módszeremet, és tudatosan használjátok az angol és amerikai sorozatokat arra, hogy angolul tanuljatok belőlük. De sokan panaszkodnak arra, hogy a mai vígjáték sorozatok szövege nagyon gyors, nagyon pörgők a párbeszédek, és ez megnehezíti a tanulás folyamatát. Nos, ebben teljesen igazatok van. Mondhatnám ugye, hogy egy nagyon felgyorsult világban élünk, és ez rányomja a bélyegét a filmekre és a vígjáték sorozatokra is. A megoldás viszont roppant egyszerű, vissza kell utaznunk egy kicsit az időben, és olyan vígjátékokat kell tanulási célzattal használni, ahol a dialógusok egy kicsivel lassabbak, és ezért több idő jut arra, hogy feldolgozd és értelmezni tud őket. Ezért egy szó mint száz, én azt javaslom, hogy kezdőként a 90-es évek amerikai vígjáték sorozataiból tanulj angolul. Itt is borzasztóan széles a választék, nagyon sok olyan sorozat van, amit le se szinkronizáltak magyar nyelvre, de én most három gyöngyszemet szeretnék a figyelmedbe ajánlani. Az első természetesen a The Simpsons, vagyis a Simpson család, ami 1989-ben indult el az amerikai televízióban, és egészen a mai napig fut. A sorozat ugye egy középosztálybeli amerikai család életén keresztül az amerikai kultúra és társadalom világát szemlélteti nagyon-nagyon sok humorral. A sorozat ugye több mint 30 éve tart, és a mai napig tulajdonképpen ugyanolyan sikeres, mint a kezdetekben volt. Ez legfőképpen annak köszönhető, hogy szinte valamennyi korosztály és társadalmi réteg megtalálja a saját maga kedvenc karakterét, és könnyedén tud azonosulni valamelyik szereplővel. Tehát a gyerekek jókat derülhetnek majd Bart viccein, de a felnőttek is könnyen azonosulhatnak egy-egy karakterrel, és ráismerhetnek a saját problémáikra. Ugyanez a helyzet a különféle gondolkodású rajongókkal. Van, aki csak a felszíni humort keresi a sorozatban, és olyan is van, aki külön megdicséri egy-egy résznek a mélyebb filozófiai tartalmát. Bár egy animációs sorozatról van szó, nyelvtanulási szempontból én azért tartom ideálisnak, mert a párbeszédek nagyon valóságosak, és a sorozat tökéletes arra, hogy a való életben használt párbeszédeket hallgass és gyakorolj, amelyek sokkal természetesebbek itt, mint akármelyik nyelvkönyvben. A kettes számú sorozat, amit a figyelmedbe szeretnék ajánlani, ez a The Fresh Prince of Bel-Air, aminek a magyar címe az, hogy Kaliforniába jöttem. Ez 1990 és 96 között futott az amerikai NBC televíziós csatornán. A sorozat főhőse pedig az ifjú Will, aki édesanyja utasítására Philadelphiából Kaliforniába költözik a nagyon gazdag rokonaihoz, a nagynényéhez, a nagybátyjához és három unokatestvéréhez.
és mellettük egy számára teljesen szokatlan és ismeretlen világban kell helytállnia és megfelelnie. Ugye mindannyian tudjuk, hogy a főszerepet Will Smith alakítja, ő korábban csak rapperként volt ismert az Egyesült Államokban, de ez a sorozat hozta meg neki a nagy áttörést és a világhírnevet. A sorozat karakterei mindannyian nagyon-nagyon szimpatikusak, és Will Smith poénjai pedig nagyon könnyen értelmezhetőek még a kezdő nyelvtanulóknak is. Úgyhogy ha szeretnél sok-sok amerikai slang kifejezést hallgatni, és nem csak a klasszikus brit angolt, akkor ez a sorozat egy tökéletes kikapcsolódási és tanulási lehetőséget jelent majd. A harmadik sorozat pedig az én személyes kedvencem, Married with Children volt az angol címe, egy rémrendes családra fordították magyarra. Ugye ez a sorozat 1987 és 97 között futott az Egyesült Államokban, főszereplője pedig Al Bundy, a szerencsétlen papucsférj, aki korábban egy sikeres középiskolai amerikai futballjátékos volt, és jelenleg női cipőbolt eladóként tengeti életét, felesége pedig Peggy, a vöröshajú, nagyon harsány, de nagyon képzetlen háziasszony, valamint ott van még két gyerekük, Kelly, a nagyon vonzó, de buta és könnyűvérű lányka, illetve Bud, a nagyon okos, stréber, de nagyon népszerűtlen fiú. A sorozat tel is tele van nagyon jó és szintén könnyen értelmezhető egysoros poénokkal, és szerintem imádni fogod Al Bundynak a nagyon-nagyon száraz humorát. Nos, én köszönöm a videó végén, hogy megnézted ezt a kis listát, remélem, hogy tudsz majd belőle profitálni, és kérlek, hogyha tetszett ez a videó, oszd meg barátaiddal és ismerőseiddel, hogy ők is tudjanak belőle profitálni. Köszönöm a figyelmet, viszlát legközelebb!